Azt mondták egyébként Scott és Mike a keynote-ban, hogy a tavalyi évben 1000 új feature-t hoztak ki. Én ma nektek néhány újdonságot hoztam, amit az elmúlt napokban jelentettek be. A júniusi meetupon nagyon részleteiben fogunk tudni ezekről az újdonságokról beszélni. Jelentettek be a Confluence-szel kapcsolatban dolgokat, a Jirával kapcsolatban dolgokat, illetve új termékeket is jelentettek be. Sokat gondolkozunk mi is ezen, meg így sokat kommunikálunk erről, hogy az üzleti csapatok és az IT csapatok azok igazából hogy tudnak jól együttműködni egy vállalaton belül. És hát az Atlassian ugye a Jira szoftvert, ez a szoftveres csapatoknak ajánlott, a Jira Work Manager, tehát meg ugye az üzleti csapatoknak. Most azt mondja, hogy igazából nem kell két külön termékként ezeket kezelni, hanem egy termék alá hozza be őket, a Jira névre fog hallgatni, úgyhogy visszatértünk az alapokhoz. We simply call it Jira. Szerintem nagyon izgalmas az, hogy amit egyébként az üzleti csapatok nagyon szeretnek funkcionitása, például a lista nézet, vagy egy kalendár nézet, meg ez a színes, könnyebben használható felület, az most már ugye egy platformon tud lenni a szoftveres csapatokkal, szóval akár ti is tudjátok ezeket simán használni. Vannak AI-os bejelentések természetesen, tehát az egyik új termék, amit bejelentettek, az az Atlassiannak a Rovo című terméke, ami igazából ez az Atlassian intelligences ötleteikkel töleli fel magában. Nagyon izgalmas dolgokat jelentettek be. Tényleg gyertek el a meetupra, és akkor még tudunk erről beszélgetni, hogy miket tudtak majd ezekkel csinálni. Ugye azt mondja az Atlassian, hogy a munkának az alapja az igazából a Jira, a Confluence, a Loom és ez a Rovo. Beszélgessünk majd erről június elején a következő meetupon, és nyugodtan keressetek meg minket, hogyha érdekel ezt titeket, hogy a ti vállalatotokban hogyan lehet ezeket az új, rengeteg újdonságot használni, és hogyan tudjátok tényleg hatékonyabb betenni a mindennapi munkátokat.